tényleg fáj a karom, nem tudok. Mit csinálok én a téglával? Hát én azt csinálom, megmentem az utókornak, és nem engedem, hogy behordják az utcéli erdőkbe, meg mocsarokba. Valaki megáll, azt megnézi, érti? Itt van az építmény, és akkor így ezekben lesznek ilyen kis boltíves üregek, amiben majd bele lehet tenni, még nem tudom, tégláról, tetőcserépre, fára, vagy esetleg az is lehet, hogy valami szobrocska féle, nem tudom, amire majd időn még árjunk lesz, és tényleg meg tudom csinálni. Tehát akkor annak, ezeknek van meg most az alja ott kint? Most gyakorlatilag a tégla idáig föl van ragva azért, hogy ne pusztuljon ki alatta a fű, mert ez mikor tavasszal megindítom, akkor ide, amit most fölraktam, azt ledöntöm, és akkor az egyenként át lesz kalapálva, mint pattintott tégláról, mint látják ott a stílus, és akkor ezek lesznek hagyva, és akkor hát általában egy napányit tudok megcsinálni, úgyhogy ez 13 ilyen oszlop, és hát közel 3 méter magas, akkor ez körbe lesz egy szelemen csavarra gerendázva, de ugyan megépítve az alapja, hogyha olyan értékű lesz a belsősége, akkor vagy körül lehet fóliázni, vagy ilyen lapozni, vagy akár tetőt is lehessen rá szerkeszteni, de egyelőre az van, hogy itt ide lesznek futónövény, mondjuk szőlőt, amit majd ez be fogja futni, és lehet, hogy egy két év múlva alatta fogunk egy padon árnyékba beszélgetni. Amikor ezt a falat építettem, akkor ezeket az üregeket már benn hagytam direkt erre a célra, hogy ebben majd képeket helyezek benn. Nincs idő, érted? Nincs idő! Ez itt a Jani bácsi összes problémája, hogy van még a tarsolyban egy... Körülbelül még külön élnem egy 36 évet, de akkor meg már lekerülném az itteni legöregebb embert is, hogy valószínűleg nem bírok mindent. A szőlészboráz vagyok, de nem gyakorlom. Kivágtam a szőleimet. Okályos méhész vagyok, de ahhoz érték, mert azt is abba hagytam. Most téglát török széjjel. Akkor kiköltöztem ide, illetve itt elkezdtem építeni egy elhagyott területen, és akkor három vagy negyedik évben, mikor bekötöttük a internetet, meg ezt a kaját, akkor egyszerűen azt vettem észre, hogy itt maradt az asszony. Azután még nem akartam, nem akar rámenni. A 97-es nagy bugaszegi tűzvész, mikor leégett az egész növényházam, palántástól, berendezésestől, mindenestől. Az olyan testvérek között akkor olyan másfél milliós forintos kár volt, és akkor két opció volt, hogy fejbe lövöm magamat, vagy újraépítem. A kutya jelezte, hogy valami baj van, de nem tudtam, hogy miért. Szóval leégett a növényház, és ami megmaradt egy-két olyan cucc, amit például az elégett műanyag, elégett alumínium lavor, vagy mi az Isten mosogatótál, vagy ilyesmi, azon látszik, hogy mekkora hő lehetett ott, amikor még a fény is megolvad. Hát akkor persze, hogy a palánta is elment. A hőtől meg a gáztól egyértelműen. Hát tehát ez a nagy bugaszegi tűzvész emlékére van. Ami egyébként, hogy mekkora kár volt, annak dacára új erőt adott nekem. Hogy azt akkor építettem azokat a kopancsirató falat, vagy a keresztelő Jánosnak azt a csúcsíves emelvényét. Az Oppidiumnál tartottam, annak lenne folytatása, csak ugye annyira közel van a nyilvánossághoz, hogy nem akarok újat húzni olyan hatóságokkal, akik itt
foglalkoznak arra, hogy mit csinálok én a téglával. Van nekem egy installációm ott, hogy számon kérő szemek nem találkoztak egy ilyen plakátszerű valamivel. Akár a könyvtárban, vagy itt az ablakban is. Ezek a szemek a Kazár Birodalomból kiszakadott hunguroknak a emlékére vannak, hogy ezek figyelik a mostani tolvaj rabló vezetőket, amik ebben az országban elszaporodtak. Én most egy földgömböt akarok megönteni. Nyilván egy kicsit Magyarországot kihozzuk, nyilván a Balatont, meg ott majd egy kis zászlóskával, ott lesz Bugaszeg, mert hol van a világ közepe? Hát ahol állunk, nem?